Akik a NATO-t háborúba akarják vonni, azok világháborút akarnak kirobbantani, ezt mondta a honvédelmi miniszter a Magyar Atlanti Tanács rendezvényén. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban mindent meg kell tenni a mielőbbi tűzszünet és a béketárgyalások érdekében. A francia elnök ugyanakkor az utóbbi hetekben többször beszélt szárazföldi csapatok esetleges bevetéséről, emiatt Oroszország hamarosan nukleáris hadgyakorlatot tart. A krími partvidék közelében készültek ezek a felvételek. Az orosz védelmi minisztérium szerint az látható rajta, ahogy egy katonai helikopter megsemmisít egy ukrán tengeri drónt. A helyzet feszült a térségben, folyamatosak az összecsapások. Oroszország közben hétfőn bejelentette, hogy nukleáris gyakorlatra készül. Az orosz védelmi minisztérium szerint ez egyben válasz azon provokatív kijelentésekre és fenyegetésekre, amelyeket egyes nyugati tisztségviselők tettek Oroszországgal szemben. Ezekből bőven volt az elmúlt időszakban. A nyugati politikusok rendszeresen hangoztatják, hogy fel kell készülni az oroszok elleni nyílt háborúra. Emmanuel Macron szerint Európa nem maradhat ki a konfliktusból, és nem zárható ki a nyugati csapatok Ukrajnába küldése sem. Nemrég egy lapinterjúban pedig azt fejtegette, hogy Európa halálos veszélyben van. Szerinte, ha Oroszország győz Ukrajnában, nem lesz biztonság Európában. A francia államfő háborús kijelentései már a hazájában is vihart kavartak. A francia ellenzék határozottan elítélte Emmanuel Macron bejelentését, miszerint kész vitát nyitni a nukleáris erők európai elosztásának kérdéséről. Támogatom a vita megnyitását, amelynek ki kell terjednie a rakétavédelemre, a nagy hatótávolságú fegyverek indítására és a nukleáris fegyverekre azok számára, akik rendelkeznek velük, vagy akiknek a földjén amerikai atomfegyverek vannak. Tegyünk le mindent az asztalra, és nézzük meg, mi az, ami valóban hitelesen véd minket. Szakértők szerint viszont téved Emmanuel Macron, amikor azt gondolja, hogy elkerülhetetlen az összecsapás a Nyugat és Oroszország között. A nukleáris fegyverek addig jók, amíg az elrettentést szolgálják. Jelenleg 9 ország rendelkezik nukleáris fegyverrel. Nagy a kockázat, mert ezek bevetése óriási pusztításra lenne képes. Ezt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója mondta az M1-en. Bendarzsevszki Anton hozzátette, a nukleáris fegyverek használata vörös vonal kell, hogy legyen, amit senki sem lép át. Onnantól kezdve, hogy bevetésre kerül sor, onnantól kezdve kicsúszik a kontroll, nem lehet prognosztizálni, hogy milyen végeredménnyel jár ez a fajta bevetés. Akik a NATO-t háborúba akarják vonni, azok világháborút akarnak kirobbantani, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Magyar Atlanti Tanács konferenciáján. Szalai Bobrovnicki Kristóf úgy fogalmazott, az eszkalációs inga már egyre szélsőségesebb értékekbe leng ki. Azt kell sajnálkozva és némileg ilyetten szemlélnünk, hogy mintha a nyugati elitek elvesztették volna a realitás érzéküket, kizártnak tartották egy európai földön történő véres háború megvívásának lehetőségét, és most pánik hangulat uralkodik, sőt egyfajta furcsa háborús pszichózis is elönt egyes európai fővárosokat. A magyarok többsége viszont az azonnali tűzszünetet tartja helyes döntésnek. Ez derül ki egy friss közvéleménykutatásból. A felmérés szerint minden demográfiai csoportban az ember életek megóvását tartják a legfontosabbnak. Az utolsó pillanatban vagyunk, ezt az őrületet megállítsuk. Az utolsó órában vagyunk, hogy kikerüljünk az európai liberális mainstream által gerjesztett háborús őrületből. Erről már a külügyminiszter beszélt a Megafon rendezvényén. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az unió vezetése súlyos károkat okozott Európának. Ma már oda jutottunk, hogy a nukleáris háború kifejezés sem túlzás egy európai politikai vitában. Ma nem szakad le a plafon, hogyha egy fontos európai döntéshozó nukleáris fegyverek bevetésének lehetőségét nem tudja kizárni. Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország soha nem tett egyetlen olyan lépést sem, amely a háború eszkalálódását okozta volna. Hozzátette, a háborús pszichózis lezárása érdekében az a legfontosabb, hogy az európai parlamenti voksoláson és az amerikai elnökválasztáson is jobboldali győzelem szülessen.